2013-ban a régi teremben mutatták be a pedagógusoknak a projekt főbb elemeit. Tényleg le vagyok nyűgözve, ezt őszintén mondom. Nem egészen egy évvel a támogató szerződés aláírását követően pedig már így nyilatkozott az akkori felsőoktatásért felelős államtitkár. A diákok hamarosan birtokba is vették a 21. századi elvárások alapján felépített termeket. A megvalósítás befejeződött, most kezdődik a fenntartási időszak. Innentől kezdve az a 11 partnerintézmény, amellyel kapcsolatba álltunk, és eddig is idejöttek tanulni minden szerdán a természettudományos tantárgyakból, itt kísérleteztek ezekben a termekben. Ezek az iskolák továbbra is érkeznek, és itt a fenntartási időszakban majd most már az általános iskolai tanáraik fogják az óráikat megtartani ebben a modern laboratóriumban. A magyar kormány az új Széchenyi terv társadalmi megújulás operatív programjában 316 millió forinttal 100%-ban támogatta a labor kialakítását. Mint minden projektnél vannak olyan költségek, amiket nem tudunk elszámolni, viszont a sikeres megvalósításhoz szüksége van rá. És hát itt csak köszönetet tudunk mondani most a Magyaróváros önkormányzatának, mert ezekben a problémákban mindig mellettünk voltak, hiszen a városvezetés szívügyének tekintett ezt a laboratóriumot, és nagyon sok segítséget adott, amikor olyan pótmunkák és olyan váratlan események történtek, hiszen egy bontásnál mindig van valami, ami előjön, amire nem számítunk, ezeket a költségeket természetesen az önkormányzat segített kifizetni. Az egész országban csökken az érdeklődés a természettudományok iránt. A fiatalok érdeklődését modern eszközökkel kell felkelteni. A városnak pedig hosszú távon érdeke, hogy olyan képzést nyújtson, amely a városban tartja a fiatalokat, vagy éppen ide vonza őket tanulni. A gimnázium ennek a városnak az egyik legpatinánsabb, legnagyobb közoktatási intézménye. Ráadásul szeretnénk olyanná fejleszteni, hogy ne kelljen Mosonmagyaróvárt senkinek azért elhagyni, mert nem talál megfelelő képzési színvonalat, vagy akár technikai felkészültséget, ha éppen a természettudományi oktatásra gondolok. Tehát ennek egyik igen jelentős eleme az, hogy most egy olyan 320 millió forint környékű összeget tudtunk arra költeni, hogy a természettudományi oktatás megújulhasson a Kossuth-Lajos gimnáziumban, és felsorakozhasson azokhoz a hagyományos értékekhez, ami a két tannyelvű oktatás, idegen nyelvű oktatás, képzés keretében már megvolt. A projekt eredményeként létrejött egy természettudományos laboratórium a Moson-Magyaróvári Kossuth-Lajos gimnáziumban, illetve ennek használatára 4 pedagógust képeztek ki. A projekt keretében az együttműködő intézmények összesen 330 tanórát, a megvalósulás helyszínéül szolgáló intézmény pedig 44 tanórát szervez tanévenként. Természetesen a természettudományos tanórákat a projekt fenntartási időszakban a projekt kiírás követelményeinek megfelelően teljesítik.